Köszöntöm nézőnket, dr. Kanászhogy Lászlóval beszélgetünk itt a mentőállomás előtt, hiszen járdafelújítás kezdődik az ön körzetében is. Mekkora terület újul meg? A önkormányzatunk idei tervei már a januári önkormányzati ülésen körvonalazódtak. Ekkor fogadtuk el a város ezévi gazdálkodását, ami hát nagyon szép végösszeggel, 15 milliárd forintot meghaladó végösszeggel, bevétel és kiadási főösszeggel fogadta el a testület az évi költségvetést. Nagyon sok pályázat újul meg, ez is rekordnak számít. Európai Uniós támogatásokból 16-ot indít el az idén a város, ezeket nyertük el, hazai forrásokból pedig legalább 11 pályázat nyert támogatást, amelyekben hát nagyon sok érdekes új fejlesztés, új beruházás, ugyanakkor hát felújítások, amikre ugye a város nagyon rászorul, szennyvízhálózati rendszer, az utak megújítása, és hát persze a járdák felújítása, ezek egyike a belügyminisztérium által nyújtott támogatásból, mintegy 36 millió forint összegben megvalósuló járda felújítási pályázat, ami az idén fog megvalósulni. Ez összesen 10 járdaszakaszt érint a városban, különböző helyeken, elsősorban a belváros területeit érinti. Az egyik szakasz ez, aminél itt állunk. Ez nem első vagy nem új beruházás. 2018-ban már a belügyminisztérium szintén támogatott egy járdafelújítást, aminek a kertvárosi résztől a Kórház utcai lakótelep előtti járdaszakasz már megújult, egy aszfalt burkolattal nagyon szépen járhatóvá tudták tenni ezt a járdaszakaszt. A kórházig terjedő terület felújítása viszont most fog megtörténni, így most már a kertváros, a nagyvénkerti lakótelep lakói a kórházig egy jó minőségű sétánynak megfelelő járdaszakaszt kapnak, és hát a kórház megközelíthetősége, a város buszmegállók megközelíthetősége sokkal jobb lesz, akár kerekesszékes, akár babakocsival közlekedőknek is jól használható lesz ez az útszakasz, már nagyon vártuk ennek a felújítását. Ez mindegy 135 méteres útszakasz lesz, ennek a előkészítése folyik. Hát ugye hideg van, várjuk hogy a naptár legyőzze a telet, még egyelőre ez várat magára, de az út előkészítése, a járda előkészítése már megtörténik, szegély kövek közé, tehát masszív alapokra fog épülni ez a járda, reméljük, hogy nagyon tartós, szép, sétányszerű környezetet kap ezzel ez a lakóterület. Az ön körzetében mi lesz még az a nagyon fontos beruházás, amire régóta várnak és idén elkezdődhet, vagy befejeződhet? Hát a mellettünk balkész fele kezdődő Domjanics utcának az utolsó szakasza, a Kátai Gábor és a Napsugár út közötti rész, az már hogy ennek a burkolása, a járhatóvá tétele, ez még nem történt meg, de ebben az évben egy szegregáció támogató pályázat keretében végre valahára ez az útszakasz is hát járható lesz, mentők, tűzoltók, személygépjárművek számára elfogadható útviszonyok lesznek is, hát végre valahára. Azt hiszem most már ezzel a fejlesztéssel a körzetemben az összes belterületi út járhatóvá válik. Sikerült egy pályázati lehetőséget a önkormányzatunknak elnyerni, amiben a nagyvénkerti kertváros vízelvezetése, tehát csapadék vízelvezetésének a megtervezése és kivitelezése minden bizonnyal megvalósul. Azt gondolom, akkor ez jó hír az itt lakóknak, és hát tényleg bízunk abban, hogy hamarosan itt a jó idő, akkor ezek a munkálatok elkezdődhetnek. Igen, hát aszfaltozni még nem lehet, de mire odaér ez a munka is, addigra remélhetőleg enged a fagy. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm én is!